Na, hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán. Amint látjátok, egy kis Spintire lesz, és ugye folytatjuk ezt a mapot, amit elkezdtünk az előző részben, vagyis nem az előző részben, hanem az előtti részben. Viszont van egy kis gond, gyerekek, vagyis nem is annyira gond, hanem az a probléma, hogy újra kell kezdenem ezt a mapot. Ne fújogjatok, elmondom, hogy miért, és nem is úgy fogjuk csinálni, ahogy ezelőtt, mivel nem lehet úgy megcsinálni, mert semmi értelme nem volt annak, amit csináltam ezelőtt, mivel ugye nem tudtuk, hogy nincs garázs. Nincs garázs, ugye? Addig, amíg fel nem szabadítjuk. Oda fenn van. Azt el kell szabadítani, addig ugye nem tudunk semmit csinálni, nem tudunk javítatni, nem tud lesz üzemanyagunk, nem lesz... nem tudunk szerelvényeket cserélni a járműveken, kerekeket, semmit nem tudunk csinálni. Szóval az az elsődleges direktíva, hogy azt felszabadítsuk azt a garázst, és nem az az elsődleges dolog, hogy... hogy így feltakarásokat szabadítgassak, és akkor eléjem az üzemanyagot, meg vagy feléjem az üzemanyagot, meg szétszúzzam a gépet, hanem tényleg az, hogy oda jussunk el minél hamarabb. Szóval ez lesz az elsődleges dolog, hogy azt megpróbáljuk megcsinálni, hogy oda eljutunk. Csináltam magamnak egy kis tervet, hogy hogy lesz ez a dolog. Ja, és felhívták a figyelmemet arra, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolgot én nem használok a játékban. Lehet olyat csinálni, hogy például ha vontatunk egy járművet, akkor a hátsó jármű is olyan, mint hogyha lenne belsofőr, ő is hajt. Annak a kereke is hajtanak, hogy működnek. Na hát ezt én fogalmam sem volt, köszönöm szépen, hogy megmondtátok nekem. Nem tudtam, hogy ilyen van. És ez adta az ötletet, hogy mit fogunk csinálni most ebben a részben. Azért mondtam, hogy teljesen más lesz ez a rész, mint az előző. De igaz, hogy ugye már játszottunk ezen a mapon, és újra kezdem, de mégis egy egész más lesz, mivel most azt fogjuk csinálni, hogy a garázst fogjuk minél hamarabb felszabadítani, az az elsődleges direktíva, és nekem van egy nagyon jó kis stratégiám erre, hogy ez hogy fog működni. Az a lényeg ugye, hogy gondolom ez a ponyvás tudsz, ez ad, ott ami a kék kamaz mögött van, kettő javítási pontot, plusz a pótkocsi megint két javítási pontot, tehát a kék kamazzal kellene elvinnem a összesen négy javítási pontot, vagy nem, javítási, egész egyik hülyeséget beszélek, nem javítási pontot, hanem garázspontot ide. És akkor ugye meg felszabadulna a garázs, és akkor oda teleportálhatom a járműveket, meg bármit csinálhatok végre. Na, viszont ezzel a kamazzal szerintem ez nem fog sikerülni, mert egy az, hogy országúti kerekek vannak, vagy kettő az, hogy azért a vontatmánnyal egy kicsit elveszett egy jármű. Ez miatt csinálunk egy olyat, hogy első gondolatom az volt, hogy... Sőt. Az lesz, hogy kézifék kienged, indulás, és mivel én azt gondolom, hogy ez a jármű erősebb, mivel telepkerekek vannak rajta, telepes kerekek, ez miatt csinálunk egy olyat, srácok, hogy ezt a járművet fogjuk, a kéket fogjuk vontatni. A kamasz kéket csinálunk vele egy olyat, hogy motorindítás, bifizár be, összkerék be, kézifék ki. Ezután átülök a ebbe, és akkor ezzel rákötök erre, és akkor itt be van állítva az, hogy ugye automata kormányzás és gyorsítás legyen. Jó. Okay. Haladó, kézifék ki, bicizár be, és indulás. És ilyenkor a hátsó jármű is hajt, ő is olyan, mint hogyha ugye, mint ha benne egy sofőr és nyomná a gázt. Látjátok, kipufó gáz ugye áramlik ki a csőből, és ő is adagolja szépen a gázt, és gyakorlatilag nem a kötélen húzzuk, hanem mint hogyha külön jármű lenne. Csak ugye így a kötélen így összekötött is be vagyunk vele mégis, meg hogyha ilyen megszorulnánk, akkor azért ha megszorulnánk, vagy megszorulna, akkor azért tudunk neki segíteni. Na, azt tervezem, hogy viszont ez az útvonal, ez nem lesz egy egyszerű dolog. Lehetőségeink vannak, ugye? Első lehetőség az, hogy átvágunk a vizen. Elég neccesnek tűnik, gyerekek, megmondom őszintén. Főleg ezzel a járműszerelvényed, és ez miatt arra gondoltam, hogy ugye a másik lehetőség az, hogy itt erdőmezőn keresztül nagyon mély a talaj, brutál mély a talaj. Tényleg ugye egész végig nyüglődtem, amikor az előző részben is szabadítottam fel a takarásokat, és akkor nem volt vontatmányunk, és akkor nem volt az, hogy kettő darab járművel próbáltunk átjutni. Megpróbálunk a vízen átjutni a C255-ösig, ami egy raz. És akkor ha az megvan, akkor
Én azt fogom csinálni, hogy ez egyik járművet, egyik ilyen járművet le fogom cserélni a Crossra. És akkor azzal próbálunk majd ilyen kocsi szerelvény formájába végigmenni. Szóval, elsődleges cél, felszabadítani a garást minden áron, ez az elsődleges és legfontosabb dolog most ebben a ezen a mapon, mert különben nem fogunk tudni semmit csinálni, hogyha elhasználjuk az üzemanyagot, ugye, meg a javítási pontunkat, akkor vége, akkor megrohadunk ezen a mappon, és nem fogunk tudni semmit csinálni. Szóval az előző map játék egy kicsit fajja volt, jó ismerkedésnek tökéletesen megtette, de azért annyira nem volt szupi. Na gyerekek, akkor én csinálok egy ilyen kis útvonal tervet magunknak, a C255-ösig, és akkor hajrá! Hát, nem tudom mi lesz, komolyan gyerekek. Én lehet, hogy nyomunk neki egy ilyen rettenetest, ugye akkor mind a kettő gép a 21-es fokozatba, és bele a vízbe. Imádkozzatok srácok, nem tudom mennyire fog ez működni, nagyon-nagyon bízom benne, hogy igen. Azért ez egy kicsit brutális, amit itt tolunk. Ne, hogy azt mondta, hogy... Közkerék meghajtás, nem volt bekapcsolva, jó? Nem, hogy azt mondta, hogy elakadsz. Úristen! Ez nem jó, gyerekek, nem jó. Elakadtunk, és nem megy tovább. És nem megy tovább, és ez tudja, hogy ez hozzi el, hogy ez nagyon elakad. Nézzük meg a izért. Igen, és akkor most van a B változat, mert nem adom fel. Gondoltam erre, a plató tele van vízze. Gondoltam erre, hogy ez meg fog történni, ez miatt csinálunk egy olyat, hogy járműváltás. Kicsit akkor rá teszünk még egy lapáttal. Van egy fa. Lehet, hogy aztán az a baj, a víz alatt ugye rámegyünk valami fára, meg mit tudom én. Itt van valami fa itt előttünk, az nagyon-nagyon-nagyon beteszi ugye a kaput. Most kacok, ezt ideállítom. Járműváltás. Nem adjunk fel, nem szoktuk. Ezt leteszem. Jármű lekapcsolása. Ugye ez üzemanyagot ad és javításpontot, nem baj. Kénytelenek vagyunk itt hagyni. Igen, és én egy fának mentem neki, gyerek. Az volt itt a nagy rohadt nagy probléma. Itt egy fa. Itt van közvetlen előttem egy ilyen fa. És ugye nem a sárba süllyedtünk el, hanem az a fa. Fa tett keresztbe szó szerint. Mindegy, most már, hogyha egyszer itt járunk, akkor ezt már megvalósítom. Az a lényeg, hogy ezt rákötjük erre a kamazocskára. Gyorsítás és indulás. És akkor nyomjuk neki, próbáljuk meg eljutni a következő állomásig. És igazából ez nagyon-nagyon jó ebben a játékban most. Nem tudom, ez szerintem azért ez régi verzióban ez ugye nem volt be. És mi a tökön van megint? Ennyire nem állhat itt be. Most meg a izé, most meg a kék okott meg valamibe. Jó, oké, megindult. Yeah. Kék valamibe megakadt. Itt volt valami nagyon-nagyon cudar dolog, gyerekek. Szerintem ezek a fák itt bedőlve, aztán az tette nekünk itt be a kaput. Megint megakadtunk. Ilyenkor ugye azt szoktam, hogy hátra tolat, ezt megránt izomból. Ezt háthatja kiakad, de látni is le, hogy meg van akadva az egyik oldal a gépnek. És most ugrott át rajta a kerék, meg most. Itt valami izé volt. Veszélyes vízszint. Nagyon-nagyon veszélyes a vízszint. Nyomjuk neki. Jó. Itt van valami kis stigetszerű dolog, ide meg kellene jutnunk. Hát srácok, nem egyszerű. Nem egyszerű az élet. De ez a map, ez nagyon nagy kihívás és nagyon tetszik. De ezt tényleg így kell megcsinálni. Hogy tolja maga előtt a hizet, nézzétek a kék. Meg ez is. Jó, hát ezzel együtt kell élni most egyelőre. Ha azt tervezem, hogy az első járművet, Jézus Mária, gyerekek, az a kék az nagyon bedőlt oda. Az első járművet, ugye a sárgát, azt majd megpróbálom lecserélni a Crossra. A Cross azért jobban tud vontatni. Itt el tudunk menni, valahol itt van, fák vannak beborulva. Nem tudom, mi lesz itt. Talán átmegy, megint telepattunk valamibe, valamelyik járművel éreztem, hogy ja, itt van előttünk egy ilyen nagy fa.
Ha látjátok, ezek marha kellemetlenek. Így talán ki tudjuk kerülni. És az a baj, a kék is ugye még érkezni fog. Aztán lehet, hogy ezt ki kellett volna kerülnem, ezt a kis sziget világot itt. Átülünk a kékbe, aztán megpróbáljuk. Ez ilyen, gyerekek, ez ilyen, sajnálom. Nagyon-nagyon szar. Szar ez a rész. Igen, és itt is van valami fal, valami fa beakadt ide a kerék alá, arra meg kellene húznom egy kicsit. Ahogy el kellene fennünk arra. Ugye meg a pót mögöttem, úgyhogy az nem egyszerű. Hoppá, hoppá. Kicsit megpattogtunk. Valami van a kerék, ott a szócier. És tudom, hogy most a sárga kraznak is közben neki mentem. De ugye ez így elengedhetetlen volt. És tele van fáva ugye azok is vontatási pontoknak számítanak, amik itt... Jézus Mária! Csak megpróbálom... itt tele van minden fáva, ide kár volt bejönnöm. Ez tuti. Most is valami víz alatti objektumnak mentünk neki. Itt van, igen, ott az a fa. Na jó, megpróbálunk rákötni, most már bőven elférünk itt. Aztán talán átrángat minket rajt. Jó, most leakasztok, és akkor lehet, hogy most a kékkel megpróbálok eljutni addig, ameddig bírok. Itt. Hát ezek a rohadt fák, ezek őrület. Nézzetek már megint. És akkor próbáld meg kikerülni, amikor azt se tudod, hol van. Nagyon halványan látszik a videónat, tudom, most gondolom, azt mondanátok. Hát halványan, annyira halványan, hogy amikor itt forog a kerék, akkor nem is látni. Na jó, ez tökéletesen beakadt. Az a vicc, hogy ezek a fák nem törnek el majd. Oké, eltörnek egy idő után, de hát csőlővel megfeszítem, nem hagy már ennek a fenyőnek a törjön le itt ez a picit a teje. Ez akkor egy foil. Ezt javíthatnánk, vagy nem tudom, most meg úgy beakadtunk ide, hogy ez őrület. Tudjátok, most őszintén, ekkora szívás van ez miatt, a hülye fa miatt, ami itt van előttünk. És már... Drecseg ropog a izére, a... Cseh, használom az összes üzemanyagot, és érülés ponton csak megy. És most nem megyünk sehova. Ez nem tetszik, ez komolyan ez nem tetszik. Ezek, mik ezek a fák? Mi ez? Oké, hogy itt ki kellett, hogy jöjjön, de hát nem lehet elmenni. Hol lehet elmenni akkor? Megint az lesz, hogy be fogok adni, fogadni mennék. Itt is van egy falvíz alatt. Ott is van, amelyiket meg átmegy el, ugye? Próbáljuk meg azt, hogy nem. Jó, egy léci. Jó, nem annyira veszélyes egyébként, jó, oké. Itt van egy ilyen kis homokpad, vagy nem is tudom, vagy shoulder, vagy mi ez. Itt lehet, hogy én egy kicsit megállok. Elég biztonságosnak tűnik, így jó. Oké, gyerekek. Jó, itt vagyunk, ugye. Mindenképp valamerre erre kellene elmennem. Nem állok meg, hanem majd itt ezen az úton, itt van egy aszfaltos út, és akkor ott megállok. És akkor oda lemegyek a C255-ösre. Megnézzük, hogy el tudunk-e oda jutni, hát remélem. Itt már elvileg egyszer voltunk erre, ezzel csak az a baj, hogy annyi a randomitáson ezen a mappon ez, hogy nem tudod, hol a mély a víz, meg nem tudod, hogy hol tudsz elmenni a fáktól, meg ilyesmi. Hát, kapcsolod neki egy ilyet. Hát, ha lehet, nem szereti. Ha, megint voltunk, jó van. Gyerekek, itt helyettára fogjuk. Valahol mibe megint megakasztottuk a gépet. Nem, itt jó, oké, csak a fák. De átugrott rajta. Itt be kellene mennem az erdőbe. Ez a jobb oldali kis
öbölszerű rész, az nagyon mélynek tűnik nekem. Nem tudom miért, de attól félek valahogy, hogy az olyan furának néz ki. Most meg a pótakat talán egy fába. Az itt egy keresztbe is állította minket. Állította minket. Ja. Ó, de jó, legalább van egy csomó csőrezés pont. What the fuck? Vissza állt? Vissza. Ó, basszus. És ide jussak be valahogy. És akkor itt már nem tudom, a többi részét meg nem is ismerem a mapnak, hogy itt még mik lesznek. De itt megint elakadtunk, de legalább van tényleg egy csomó csőrözési hely, amivel azért lehet operálni. Megint fák. Nem emlékszem, ezelőtt ennyit szenvedtem volna ezeken a fákon, hogy itt mindig elakad volna. Ugye ezelőtt nem volt utána az után, volt, ugye? Ezelőtt az sem volt, aztán az azért nem akadt el ennyire. Jaj, megint felültem a fára. Nem, csak még nem akasztottam ki ezt a csörlőt. És azért érezhető, hogy nem vagyok nyugodt szerintem, ugye? Nem nagyon. Nem nagyon jön be most ez a dolog. Nehézkes, nagyon nehézkes és nagyon-nagyon necces ez a dolog. Olyan nagyon rizikófaktor, hogy mikor süllyedünk el, mikor akadunk el. Ez a pót, ez rettenetes, ezzel van a legnagyobb baj. Itt is ugye menne maga a kamasz, csak a pót az így átvágja magát azon a sáron, ott azon a buckán az elef, az úgy, mint ahogyha valami vajba húztunk volna át valami életlen kést. Na hát itt megint csörlődés téma van. Na nem megy ám, gyerekek, nem megy. Azt hiszem a Krasznak van üzemanyag után töltő felszerelés cucc kombója. Meg még ráadásul javító is, úgyhogy ezt ki fogjuk javítani. És utána kötjük a Krasznak ezt az egész hóbeleboncot, talán azzal könnyebben fogok tudni közlekedni. Vagyis ugye könnyebben fog kettő darab terrautó talán könnyebben elhúz egy fortosit, mint egy darab. Na, csak jussunk ki innen, nem tudom, itt ezt remélem kiviszi ezt az egy kis csemetét. Vitt ki, Réci, jaj, még ez is megakasztja, gyerekek. Végre jó, kijutottunk. Egy kis száraz több, yeah! És ott van a aszfaltos út, fogadjunk itt még mélyül is fog. Azt hittem, hogy még itt megszívjuk. És nézzétek, itt telepedünk, itt telepad. Nem bírt felmenni ezen a kis gombocskán. Nos, kacok, én itt maradok. Olyan, itt maradok ezen a részen. Itt egy kis pihenőt tartunk, és... Ja, nem tudok pihenőt tartani, srácok, el kell mennem a crosshoz. Hát akkor még nincsen fel. Feloldva, várjatok? Ez annyira szor helyen van. Ez azért, megy ám gyerekek ez a gép, hogyha... Nincs utána a félváros. Elég jól megcsinálták ugye ezt a sárga kis dögöt. Tényleg nézzétek meg majd, hogy milyen frankon fog teperni. Megnézzük vele most ezt a mélyebb részt, amit úgy gondoltam róla, hogy lehet, hogy mélyebb. Megnézzük, hogy ez tényleg mélyebb. Tehát egyszerűbb lenne volna mondjuk egy ilyen ezer lenni először, és akkor tapasztaltuk volna. De mondjuk aztán... Na nézzük. Nyomok neki egy rettenetest. Mondom, nyomok neki egy rettenetest erre. Nem pont berakadtam? Oké, jó. Adjunk neki. Megpróbáljuk ezzel így légvonalba. Ez is küzd itt a fákkal. Na nézzük meg, hogy amitől féltem, itt egyenesen ez tényleg ilyen mélyebbe. Aha. Ó, jaj. Aha. Annyira nem. Hát ez nem egyszerű, és ugye én abszolút nem tudod, hogy mi van a talajon, ugye a mederben. A gyerekek azért ezt kell mondani, hogy lehet azzal a kékkel. Jó. És ugye elvileg a kamasz, vagy a crossz be is van jelölve, úgyhogy neki is fogok ennek a felderítésének, itt bemegyünk valahol, ha tudok. Ó, azért ez a kamasz, ez most nagyon-nagyon beteg jó lettem, gyerekek.
Eddig teljesen useless volt a Spin Tireless-be, ugye? De most azért nagyon használható, nagyon-nagyon nagyot lehet vele tepelni. Na nézzük, hol vagy, Kroz? Te vagy az én kis kedvenc gépem. Igen, ő a kedvencem, ugye? 60, 60, 60, 60, 60. Felszabadítjuk. Jaj, de országúti kerekek vannak rajta, ráadásul. Jaj, gyerek. Na, hogy egyszerű legyen mi. Na mindegy, srácok. Átülünk rá, bele. És sérülés van rajta, meg üzemanyag nem is tele van, na mindegy. Megtankolom. Ezt az egész hóvelemancot el kellene vinnem a másikhoz. Úgyhogy csinálunk egy ilyen útvonaltervet. Így. Na, adjunk neki gyerekek lendületből, megpróbálunk. Na ezen is ugye sajnos a pót. A póttól meg fogunk szabadulni nagyon-nagyon rövid úton. Csak addig megyek vele, hogy ugye megjavítsam és feltankoljam a kék kraszt. Odáig elfurikázunk vele. Utána megszabadulunk tőle, mert nincs rá szükségünk. Mármint ugye a garázspontot kell eljuttatni, nem ezt a morcot. Ez nekünk nem érdekes. Most oké, jó közel megyünk, és akkor megtankolunk. Ez. Nagyon-nagyon tuti. Jó meg! Igen, ezt is megtankoljuk. Ezt is megtankoljuk. És akkor megjavítjuk. Megjavítjuk. Oké, és akkor leválasztjuk. Nagyon jó. Nos, látszok. Akkor helyzet van. Hoppa, 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 mázling van, gyerekek, mázling van, fog este lenni. És az nagyon-nagyon tuti jó, mivel gyorsát tudunk vészelni egy éjszakát, és meg tudom még tankolni a gépet. 87 liter elment, és akkor elvileg, hogyha rákapcsolok, visszakapcsolom ezt. A kézügyi, ja. Nézzük. Még mindig nem tudtam, hogy nem akar rá kapcsolni. Olyan egyszerű is ez a felkapcsolóás dolog, hogy ez olyan nem szeretem. Mondjuk a pótkocsi felkapcsolás, hogy tudok, ezeket nem bírom. Oké, és akkor tudunk egyből ugye. Sérülés, a sérülés nem kell, ezt kell. Ja, nem sérülés. Hol van a izem? Liter. Jó, oké, na, végre meg sikerült oldalom. Volt kocsi lekapcsolása, és na, megpróbálunk eljutni a tényleg már. Jó, basszus. Kezdek belekeveredni a dolgokba. Tökéletes, srácok. Ide rá. És remélem, hogy ezzel azért el tudom majd vontatni ezt a kék kamaszt. Be is röffentette a motorját, remélem, hogy ilyenkor a diffi meg minden be van rajta kapcsolva, azt nem tudom, hogy működik, de bízom benne. Útvonalterv készítés folyamatba. Fú, basszus, nagyon-nagyon necces az a map, gyerekek, komolyan mondom. Gyerekek, nem tudom. Valahogy úgy kellene, hogy érinteni kellene ezeket a... Nézzétek, itt megy az út. Ugye látni az útnak a kontúrját, itt megy az út. Valahogy elvileg, hogy ment az út, itt mehetett az út régen. Így. Csak azt most én nem akarom, hanem inkább elmegyünk erre. És akkor ide rá az útra, ugye itt is van az út, itt összekötjük azzal, erre, és akkor erre, és akkor itt végig most már aszfaltos úton el tudnánk jutni a garázsig. Hát a szép állom, nézzétek, azért még nem olyan nagyon-nagyon rövid ez a dolog. De hát, próba szerencse. Szurkoljatok, hogy ne kelljen újra kezdeni ezt. Mert az nem lesz egyszerű. Hoppá. Kamaz nekünk jött. Na gyerekek, nyílgáz. Nyílgáz szerintem én más jobbat nem tudok kitalálni, mint hogy nyílgázban próbáljunk meg végigmenni. Én egy plusz vagy és fecsúszomadok. És akkor adjunk neki, hogyha mély lesz a víz, akkor is nyomjuk neki. Nem szórakozunk, hanem ez az elsődleges dolog, hogy menjen, hoppa, és nem viszi el a kettest ezen a talajon, meg ebben a vízbe. És már is károsítja a víz a motort.
És nem hiszem el, gyerekek, komolyan mondom, nem hiszem el, hogy az eddig bírta. Eddig bírta, és itt ide fogunk rohadni, hogyha... Ha nem csinálok vele valamit nagyon gyorsan. Gyere ki onnan, légy szíves! Ez iszonyatosan mély ez a víz, mi ez a víz, gyerekek, mi ez a víz? Menj innen ki, és ráadásul gondolom a kék is sebződik, nem, a kék nem sebződik. Sebződünk még mindig? Nem, itt már nem, nem hiszem. Kiegészítő, felépítmény üres. Na, rácsesztünk gyerekek, igen. Pontosan, jól látjátok a dolgokat, rácsesztünk. Ez nem jött össze, ez nem jött össze. Jó, hát ez meg most nagyon nem jött össze. Ez nagyon nem jött össze, gyerekek. Ez nagyon-nagyon nagy pajja volt. Ez borzalmas, ez nem tudjuk. Kicsit meg kellene próbálni mozdulni, vagy valamit kellene csinálni, mert itt nem maradhatunk. Ez nagyon-nagyon nem jött össze. Ezt a két garázspontot nem tudom, hogy fogom eljutatni. Komolyan, most egy kicsit így elszontyoltam, hogy őszinte legyek. Ez borzalmasan kemény ez a map. Hát már nincs semmi, amire hagyatkozhatnék, csak magamra. Mármint úgy értem a kék kis gyönyörű kamazomra is, folyamatosan sérülöm, gyorsan valamit tegyünk ellene. Ez folyó volt, vissza kell innen fordulnom, nem fog itt menni ez a dolog, és itt a sérülök mindig. Nem tudom, gyerekek, mit csináljunk. Mondjatok egy jó ötletet. Valaki segítsen rajtam. Na hát ez a mapon, ami tényleg azt mondott rá, hogy ha elveszel, akkor itt vége van. Nem lehet az, hogy visszaugrok a garázsdobig, ugye, izé módba is, baby fokozaton. Ki lehet azt megcsinálni. Megpróbálok visszamenni oda az erdős részre, és akkor próbálom követni azt a vonalat. Azt az erdős vonalat. Nem hittem volna. Hát ezt nem hiszem el, gyerekek, komolyan mondom. Áj, nem tudom, mit csinálják. És ez a pótkocsi, ez annyira brutálul nehéz már, mint hogy annyira szívás ezt húzni, hogy... Nem hiszitek el, komolyan, annyira tehetetlen tőleg, nézzétek, megint beakadt valahol. Nem is az, hogy megint beakadt oda az ágba, és akkor innen nem akar tovább menni, az Istennek se hiába. Nyomogatjátok ugye a csörlőt, semmi, nem történt. Vége van, gyerekek, vége van. És az a baj, hogy... most én hiába jutok el például ugye a pótkocsi nélkül. Semmi nem történik akkor, mert négy darab garázspont kell, és nem lehet még leakasztani két garázspontot, csak akkor, hogyha ezt a szállítmányt elviszitek arra. Ez így működik, ezt nem lehet megkerülni egyáltalán. Ez az egy lehetőségem van, hogy ezt így pótkocsistól elszállítsam, más nincs. És nézzetek ott a fa, és megint elakadt a fába. Ez a legjobb. Annyira dicsértem az előző részben, hogy de jó, hogy berakták ezeket a pótokat. Hát most annyira szidom. Például most ott van, és nem akar átugrani a kerék, mert ugye nem meghajtott kerék, és nem fog átugrani, és nem fog kimozdulni, be van oda akadva, és ott rohadt meg örökre. És ugye hiába csörlődök el, nem fog kijönni. Nem jön ki, úgy kocsi az előbb ott rohadt meg. Na jó. Ugye lekapcsoltunk, egyből fogunk tudni indulni, biztos, mert ugye nem mi vagyunk elakadva, hanem a pót. Na most komolyan tudom, mit csináljak.
Azt mondjátok, vágjuk meg így. Pót nélkül. Ó, és ez a kék kamasz, ez annyira jó gyerekek, hogy hihetetlen. Fújúz lesz az egész. Hát itt lesz még kihívás gyerekek, úgy látom, hogy itt lesz meg probléma, és nem fogok tudni ezzel eljutni, az biztos. Ezen az úton nem. Mindenképp a parton kell végigmennem a sárba, meg azon a köves iszonyat parton, ami még ennél is talán egy fokkal rosszabb lesz, mert biztos vagyok benne, hogy ezt is nem akarom menni. És nem akarom menni, hiába nyomok a nyílgázt neki gyerekek, nem megy, hanem csak amit a csőrő húz, annyit mondjuk. Levalkoztam a csőrlőt, nyílgázt nyomunk, nem megy. Vége, gyerekek, vége. Innen nem nincs visszaút. Innen nincs visszaút, vége van. Biztos vagyok benne, hogy itt innen nem fogunk tudni kijutni. Na, mi van? Soha nem szabad feladni, gyerekek? Soha nem szabad feladni? Mondjátok, hogy ne adjam fel. Hát ezzel a javításponttal az a baj, hogy ez a víz az rendes, és új, és szembe folyik a víz, aha. Na, a tökömért nem akar menni, azért ennyire, ennél jobban szokott menni, de szembe folyik a víz. Na próbáljunk meg bemenni erre a szárazföldre, legalább így. És megint elakadtunk, csak úgy hozzáteszem, hogy nem, hogy... Hát, hogy egyszerű legyen ám. Ez a kamasz komolyan, ez egy akkora szívás. Gyerekek, ezek beraktak egy olyan mapot, ami azért szivatja rendesen az embert. Folyamatos csörlődés. Egyik helyről a másikig, azt lehet csinálni. Más nagyon nem. Az a baj, itt be vannak dőlve a fák, ezen biztos, hogy nem fogok tudni átkullogni. És nem, abszolút nem is, nem is, nem megyünk át semmerre, csak ha csörlődök, akkor esetleg így, akkor így magam. De ha nincs szerencsék, akkor be akar a kerékhez a fa, és akkor a vége. Hát most mondja, reménykedjük benne, hogy lesz szerencsék. Ha a szárazföldre kijutnék, komolyan mondom, akkor így... Még annak is örülök, hogyha egy kettő garázspontot beszállítok itt meg. Na jó. Menjünk innen, és nézem, ez már nem barna ez a talaj, hanem fekete, ugye általában azt jelzi, hogy mennyire mély a talaj, hát ez ennyire mély, hogy ez, gyakorlatilag ez víz, fele víz, olyan talaj van itt, ami nem, hogy meg lehet állni a tetején, de maximálisan elsüllyed, jaj, de jó, végre, egy száraz talaj. Isten, hogy mit műveltek ezek, komolyan mondom, ezek készítők ide. Hát, nem hiszem. Na, nézzük, mi hol vagyunk egyáltalán. Addig eljutottunk már, húrejó. Hát valahogy erre kellene orientálódnom, így valahogy. És akkor esetleg van rá esélyünk, hogy innen kijutunk. Hát próbálkozunk, gyerekek. Olyan. Itt tudok mondani egy próbálkozásra. Ez talán annyira nem mély, ugye? Nem, hát ez nagyon jó, oké. Ez a baj ugye csalóka, mert vizet mutat például néhány helyen, aztán a víz az lehet, hogy egy ilyen 5 cm csak. Ugyanannyira mutatja, ugye? Még lesz, és itt hol megyek én a fák között? És a fák között jöttem volna, akkor lett volna esélyem eljönni a idővel is, a póttal is. Kicsit hülye voltam. Csak nagyon hülye. De egyébként az a cross az full tehetetlen volt. Hoppá. Hoppá gyerekek, itt nem fogok elvenni, az biztos. Visszahúzzuk így. Vagy pedig a másik irányba? Lehet, hogy a másik irányba kell volna, ugye? Megfúzhatjuk arra, és akkor megnézzük, hogy ott elmegye. Ha más nem csörlővel, az a jó, hogy ilyen helyen azért van fa, akkor nincs gond. Elmegy, megy ez gyerekek. Le kellene akasztani a falról, aztán ne ide találni néha ezt a... Ilyen kis keresztet. Oké.
Jó kis sűrű erdő, nehogy ám egyszerű legyen, nehogy ám egyszerű legyen, és bejövök ide. Valahol van valami kiút, ott van egy kiút. Hát ugye merre kellett volna. Majd itt, hol a baj, nem fér el ez a hülye. Így, és jó, minél hamarabb, hogy ugye nehogy besüllyedjünk. Ó, oh, nagyon jó, nagyon jó. Ó, oh, úristen! És mondjátok, hogy nem nehéz ez a map. Komolyan mondom, hát ez akkor egy szívás, hogy kiedünk. Rendesen így ilyen görcsbe van a gyomrom, hogy merre jutnak ki. Valahogy így érezhették magukat az üzék a ilyen szibériai sofőrök, ilyen Isten háta mögött voltak, és akkor semmire nem számítottak, mert most körülbelül úgy vagyok, hogy semmilyen segítségre nem tudok számítani, csak arra, hogy a gép kitartson, mert ne. Mondjátok, hogy ne. Vagy nem mondjátok, hogy ne. Itt hogy jutok át, azt mondjátok meg inkább. Ezek itt végig ilyen fa. Meg itt bedőlve. Itt talán. Megpróbálom kikerülni itt ezt a fát, nem tudom, hogy igazából lehet, hogy ott is vannak, ahol nem látom, ugye? Még már itt az út, ugye? És végre elérünk a garázsig, ami nagyon tuti lenne, csak az a baj, hogy semmire nem fogok elmenni, annyi, hogy két garázspontot le tudok szállítani. De mondjuk annak is tudok örülni, gyerekek, és akkor újra tervezzük, a 36 percnél tartunk, talán most már tényleg mondhatom azt, hogy innen biztos meg tudom csinálni ezt a két garázspontot. Hát már remélem. És akkor meg tudjuk tervezni a következő gameplay-be, hogy mi lesz, akkor azt a maradék kettőt, ami ott ragadt, azt mondja, hogy tudjuk esetleg leszállítani, és nézzük ezek a bedőlt fák, ezek a legrosszabbak, komolyan. Át kellene mennem oda az útra megpróbálni valahogy. És itt meg olyan mélyen a talaj, nézzétek, hogy megálltok, vége, megálltok, vége. Követ. Minden tökéletes. Itt ez a legnagyobb szíves ez az egész rész. Végre egy aszfaltos út, komolyan mondom, gyerekek, nyomjunk egy rettenetest, aztán küldjük neki, jó, itt. De úgy örülnék neki, hogyha fót itt lenne. De ha fót itt lenne, mögöttem, akkor biztos, hogy nem tudtam volna ezt teljesíteni, ezt az útonat. Hát a pótot valahogy majd ki kellene rángatnom, most azon gondolkozok, milyen lehetőségeim vannak. Két lehetőségem van, vagy a sárga, sárga kamaz, de abban nem nagyon bízom, hanem lehet, hogy az lesz, hogy ha lemegyek a mazért, a maz az nem messze van innen, és akkor a mazzal valahogy kiszerem onnan. Azzal azért biztos meg tudnám oldani. Ugye most már tudjuk, hogy merre lehet a megcsinálni ezt az utat visszafele. Mazzal tud is sikerülni is. Lefakulás, két garázspont. Jaj, de jó, legalább megszabadultunk ettől a rohadt nagy ponyvás cucctól. Na, skacok, szerintem ez rettenetesen hosszú lett ez a gameplay, akkor csinálunk egy olyat, hogy akkor tervek a következőre. Kettő garázspont beszállítva. Szana szét van minden a jármű, itt van a C. Ja, itt a C625-22-es, ami ugye az se egy rossz. Lehet, hogy azt megpróbálom azzal kiszabadítani majd a pótot. A C255 is az ott döglött meg, ugye benne a vízbe. Még itt is látni a minimapon. Ennek vége. Ezt max majd úgy tudom, hogy a beteleportálom a garázsba. Igen, és akkor itt még van valami. Ez micsoda? Ja, ez a Krasznak a pótkocsija, meg valahol még benn van a víz közepén. Igen, itt van egy nyitott terkocsi is. Oh my god. A Krasz az, vagy a Maz az egyébként valahol itt van. Azt csináljuk, hogy akkor a kék kamazzal lemegyünk, és felszabadítom akkor a maszt, és azzal nekiindulunk visszafele. Visszafele kiszabadítani itt a... Ugye ezt a trénert, ezt mindenképp ki kell még szednem. Ezt, ugye, ezt el kell mondhatnom a garázsba, hogy akkor felszabadítsam teljesen a garázs. Hogyha esetleg valami ötletetek van, akkor írjátok meg, de szerintem a maz, az lesz tuti, nem? Gyerekek, a tuti, hogy az a maz. Egyébként annyira szar a part, azért nem választottam, gondolom, sokan gondoljátok, hogy miért nem mentem a parton végig. Tudjátok, milyen a part? Én így végig belenéztem az előző videóm, és á, gyerekek, itt két pótkocsival nem tudok tudni végigmenni. Végig ilyen atom nagy kövek, ugye ahol vannak ezek az ilyen fekete cuccok,
ilyen, akkor ott mindenhol ilyen kövek vannak, végigszórva, nem tudom, azok hogy kerültek oda, vagy mi, mint valami vulkánból jöttek volna, nem tudom, de rettenetes. Na, oké, akkor nem dumálok többet, az lesz, hogy a következő részben csinálunk egy olyat, hogy mazzal megpróbáljuk kiszedni azt a pótkocsit onnan, és eljuttatni a garázsba. Itt van üzemanyag, vigyázzunk a kék kamazra, meg ugye mégre nincs rajta az a nagy szájt, mert talán egy kicsit tudunk vele mozogni. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!